Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit a jobb Budapesti. Már is most így nagyon jó. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit a Jobbik IT Budapesti előadás sorozatának. Nem vagyok egy technikai zseni, de megoldjuk lassan. Szóval harmadszorra is szeretettel köszöntök mindenkit a Jobbik IT Budapesti előadás sorozatának. Próbáljuk meg nélküle, jó? Szóval ez a második előadás az előadás sorozatunknak. Első alkalommal márciusban Varga B. Tamás humorista dalnok volt a vendégünk. Akkor is ilyen hasonló teltházas előadáson tudtunk részt venni. Most pedig köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat Dúró Dóra, az egyesi képviselő, az egyes legfiatalabb hon anyája. A szemet tapsot megjelenem. És a terveink szerint ez az előadás sorozat minden hónapban megrendezésre fog kerülni. Márciusban jó volt, most van áprilisban, és lesz majd májusban is egy hasonló előadásunk. Hát vágjunk is bele a közepébe. Egy parlamenti képviselő politikus esetén nyilván a szakpolitika a legfontosabb kérdés, de én szerintem kíváncsiak vagyunk egy kicsit a magánéletedre, hogy honnan érkeztél, hogy kerültél a politikába. Ugye azt tudja mindenki többségében, hogy ugye Novák Előttnek vagy a felesége, kisnevetővel megszületett, de mégis még mit kell tudni rólad? Honnan érkeztél, hogy lettél jobbikos, hogy kerültél a politikába? Én vidéki származású vagyok, mint oly sokan egyébként a Jobbikon, és az Európai Uniós, illetve az Európai Unió kérdése volt az, ami kapcsán én a Jobbikra felfigyeltem. Ugye amikor mi Magyarország belépett az Európai Unióba, akkor minden parlamenti párt azt mondta, hogy ez jó lesz nekünk, és hogy be kell lépnünk ide, és csak itt van egyedül jövőnk. És volt egy ilyen ifjúsági közösségből épp, hogy párta alakult Jobbik, amelyik azt mondta, hogy ez nem így van. Ne gondoljuk azt, hogy majd itt eljön a Kánoán, hogyha belépünk az Európai Unióba, hanem nyilván ennek lesz nagyon sok hátulütője, és megihatjuk még ennek a levét, ami így utólag egyébként be is igazolódott több tekintetben is. És akkor én figyelmes lettem erre, hogy hát az egész politikai elit ezt mondja, hogy ez jó nekünk, és hogy be kell lépnünk, és hogy itt van ez a fiatal társulat, aki azt mondja, hogy nem így van. És elmentem egy lakossági fórumra, ahogy meghallgassam az érveiket, és akkor kerültem be így gyakorlatilag a Jobbiknak a vérkeringésébe, ahogy sokan mások egyébként, Farkas Gergely képviselőtársam, az országgyűlés legfiatalabb honatyája is egy jobbikos rendezvényen került be a Jobbik kötelékébe, és aztán lépésről lépésre végigjártam azt a jobbikos életutat, hogyha ezt lehet ennek nevezni, amit olyan sokan az országgyűlésben. Először csak még feliratkoztam a hírlevelükre, aztán amikor az egyetem miatt Budapestre költöztem, akkor jelentkeztem a Villányi úti jobbik munkában, hogy szeretnék aktivistaként is részt venni a munkában, illetve szeretnék a párt tagja is lenni. Amire így aztán sor került, ez 2005-ben volt, formálisan 2006. januárjában lettem a párt tagja, és aztán egyszerű plakátragasztó, szórólapozó voltam, majd Hona Gábor, amikor elnök lett, ő kért fel, hogy a sajtóval való kapcsolattartásban ilyen mindenféle adminisztratív munkákat végezzek el, és akkor ezeket is elvégeztem, és akkor így lépésről lépésre egyre jobban megismertem a sajtó világát, és akkor így később lettem szóvivő, és már kezdettől fogva az oktatási kabinetben dolgoztam, ahol először egyetemistaként, aztán egyre jobban nyilván, ahogy az időben a Jobbik is komolyodott, én magam is egyre jobban elmélyültem szakmailag az oktatás kérdéseibe, és most is az országgyűlésben is az oktatási bizottságnak vagyok a tagja. Én az ELTÉ-re jártam, politológiát végeztem, és ott hát most elég divat a politológusok körében a Jobbikkal foglalkozni, és én nem csak a Jobbikkal foglalkoztam, hanem Németh Lászlóval, mint eszmetörténeti szerzővel, illetve azt próbáltam boncolgatni azt a kérdést, hogy mennyire valósítható meg Németh Lászlónak a Kert Magyarország eszménye, és hogy hogyan lehet mondjuk a mai politikai helyzetre átültetni, illetve
foglalkoztam a hatalmi elemek a politikai sajtóban címmel, ilyen nemzeti radikális médiumoknak a nyelvhasználatával, illetve kommunikációs elemeivel, és hát a szakdolgozatomat pedig az egész nemzeti radikalizmusnak egy ilyen gyűjtő dolgozataként szántam, amiben összegyűjtöttem, vagy igyekeztem összegyűjteni helyek közel az összes olyan szervezetet, ami itt a mi világunkban megtalálható, és az ő jellemzőiket leírni, hogy mivel foglalkoznak, mennyire jellemző itt a civil élet, a nemzeti radikális oldalon, a pártok mennyire vannak jelen, hogyan alakult ki a mi fölényéből, a jobbik fölénye, milyen elemek vezettek ehhez, milyen események, tehát én ilyesmikkel foglalkoztam. Van egy elég pikáns történetem, amit bizonyítani nem tudok. Úgyhogy itt most különböző rágalmak fognak elhangzani a számból, idézőjelvetében, de hát igaz természetesen, amit mondok, csak nem tudom bizonyítani. Volt egy tanárom az ELTE-n, aki nem nézte jó szemmel azt, hogy én a Jobbikkal foglalkozom, illetve... Nem. És nem is az, hogy a Jobbikkal foglalkozom, mert hogy tudományos szinten ezzel foglalkoztam, az nem zavarta, de hogy aktívan politizálok a Jobbikban, és ezért... Nem. Megkért, hogy én ne foglalkozzak a Jobbikkal, vagy pedig, hát hogyha ezt továbbra is megteszem, akkor ő nem szeretne nekem segíteni, hogy ezt így finoman fogalmazza meg. Szóval volt egy ilyen esetem sajnos, amit még egyszer mondom, ez egy nemzetközi beszélgetés volt, bizonyítani nem tudok, de hát nem történt eset. Ez egyébként nagyon gyakori tudományvilágában, és hát más-más világon is sajnos. És nem figyelhető meg valamiféle változás, mert kérdezett téged, mint politikus, aki ezzel foglalkozik, valamilyen változás, hogy a befogadás az egyetemek kell valamilyen magasabb fokozaton? Tehát van elmozdulás valamennyi? Nem tudom, hogy elmozdulásnak köszönhető-e. A diploma megszerzése után én jelentkeztem a Corvinus Egyetemre, hogy doktori iskolába járjak. Ott egy évet elvégeztem, aztán most szüneteltetem, mert a kislányom születése után nem tudtam már a tanulmányaimmal foglalkozni. Ott semmiféle ilyesmit nem tapasztaltam, tehát ott nagyon jól tudták. Egyébként Balant Tibor képviselőtársam is oda járt a doktori iskolába, és ott ez egy teljesen elfogadott dolog volt, és egyáltalán senki részéről nem tapasztaltam azt, hogy bármilyen kifogása lenne az ellen, hogy mi politizálunk, és hogy a Jobbikban politizálunk, tehát valószínű, hogy egyeteme válogatja. Milyen okos választ tudok erre adni, nem lesz valami nagyon nagy hülyeség. Azt tudom mondani, hogy titkosítom a választ 60 évre, nehogy a Nemzetbiztonsági Hivatal, vagy az új Alkotmányvédelmi Hivatal, a HH, az itt előgyenge pontjait kitapintsa, és valamilyen módon itt éketeljen közé. De egyébként elmondom őszintén, előd édes szájú, tehát ilyesmi édes üteményeket szokott reggelire enni. Jó, köszönjük, akkor már megtudtuk a lényeget, most így, már este lényeget. Áttérve kicsit a már a közéleti témák felé, ugye mondtuk, hogy kislányatok tovább született meg, tavaly augusztus hónapban. Nem tudom, hogy hogy tudjátok összeegyeztetni ezt a jövevényt, nyilván mindkettőtök komoly munkájával, főállásban dolgoztuk a parlamentben, hogy működik ez a rendszer. Ez egy nagyon jó kérdés és nagyon fontos, úgyhogy erről sokat fogok beszélni. Egyrészt, ami előtt megszületett a kislányom, mondtam, hogy folytattam a doktori tanulmányokat a Corvinuson, ezt befejeztem, vagy lehet abba hagytam, mikor megszületett, tehát most azóta a felsőoktatás számomra így abba maradt átmenetileg, még körülbelül 20 évig, ameddig meg nem nőnek a remélt gyerekeim, és majd akkor van lesz sok szabadidőm megint, és tudok megint tudományos témákkal foglalkozni. Másrészt a frakcióban majdnem minden képviselőnk tanul angolul, és ezt az angol tanulást is felfüggesztettem. Tehát elég sok olyan, ez volt az a rész az életemnek, ami teljesen megszűnt, és egyéb más dolgok is, például mióta megszületett a kislányom, most már 8 hónapos, egyszer voltunk moziban, meg azóta nem voltam meccsen, előtte nagyon sokat jártam meccsekre, tehát semmi, a szórakozás csak otthon végezzük DVD nézés formájában kb. De úgyhogy egy filmet háromszori félbeszakítással tudunk megnézni, mert hát egy kis gyermek mellett azért nem tudjuk két
órára kikapcsolni, vagy csak este, de az meg a mi alvás időnkor megy el, az meg nagyon értékes ugye a kisgyerek mellett, úgyhogy azt nem áldozom be egy film megnézéséért. Ez az egyik, tehát hogy nagyon sok mindent leépítettem az egyéb életemből, és tényleg csak a parlamenti munkámat tartottam meg. Azt viszont megtartottam, és erről beszélek akkor részletesebben. Általában a plenáris ülések, ami a parlamenti munkának a nagy részét, illetve a látványos részét teszi ki, azok hétfőn, kedden vannak, legfeljebb még szerdán. Persze van, amikor a Fidesznek eszébe jut, hogy kéne törvényeket alkotni, az mindig az ülésszak vége felé van, és akkor ilyen egymásba érő ülések vannak. Tehát, hogy elkezdjük kedd reggel, és akkor csütörtök estig egyfolytában ülésezik az országgyűlés, mert olyan napi rendet fogadnak el, hogy csak így lehet teljesíteni, és szerda délben fejezzük be a keddi napi rendet. De most egyelőre nincs ilyen. Ősszel volt, az egy elég nehéz időszak volt, de hát túléltük. Az elsősorban annak köszönhetem, hogy tudok dolgozni, hogy nagyon sok családi segítséget kapok. Gyakorlatilag a négy nagyszülőből hármat bármikor tudunk segítségül hívni, és rendszeresen hétfőnként, amikor ugye szavazások vannak, és elődnek is, és nekem is benne kell lennem az országgyűlésbe, akkor valamelyik nagymama jelentkezik önként, hogy ő szívesen eltölti azokat az órákat a kislányjal, mert ugye az hozzátartozik, hogy az én szüleimnél ő első unoka, tehát ott ezért van egy óriási kényeztetésnek kitéve, elődéknél pedig elődék öten vannak testvérek, és mind az öten fiúk, plusz van még az én kislányom előtt, még volt az előszülének két unokája, ők is mind a ketten fiúk, tehát hét fiú gyermek született a Novák családban, és nyolcadikra jött egy lány. És ez egy óriási szenzáció, hogy itt Novák lány született, úgyhogy ott meg azért kényeztetik nagyon, főleg anyósom, aki hát így hét fiúval végigbabázott, mire egy lány lát sikerült összehoznunk, úgyhogy ő meg azért, aki egyébként gyermekorvos is, tehát pláne jó kezekben tudom, ilyenkor, hétfőn délutánonként. Tehát igen, azt még elfelejtettem mondani, hogy nagyon jó baba, tehát nagyon kiegyensúlyozott, és nagyon jól viseli ezt az egész Herceg utcát, meg az embereket is, hogy ott állandóan emberek jönnek-mennek, és nagyon sok emberrel találkozik. Most már ezt teljesen megszokta, sőt örül is neki, mert ugye mi 43 négyzetméteres lakásban lakunk, és egy szoba van, ami nem túl, ahol nincs túl nagy tér, mivel bútorok is vannak, és most már, hogy mászik, ezt igényli. Otthon ugye nincs saját szobája, de a parlamentben van, az elég nagy neki, hogy ott neki is jusson egy ilyen kis szoba, és azt nagyon, nagyon élvezi. Úgyhogy még jó is neki ebből a szempontból, hogy ott tényleg szeret ott lenni, meg hát az nagyon szereti az ilyen díszes, meg fényes dolgokat, az az épület nagyon tetszik neki, és nagyon nagyokat sikongat, hogyha ezen a folyosón elmegyünk. Most felmentem vele a büfébe valamelyik nap, és nem az volt a baj, hogy vigasztalni kellett, hogy sír, hanem egy kicsit vissza kellett fogni, hogy ne örüljön annyira mindennek, és ott ne sikongasson. Abszolút nagyon jól viseli, és nagyon, nagyon szereti is ezeket. Később, hát hogyha ő már nagyobb lesz, most már ugye 3 éves korától kötelező lesz óvodába járni, úgyhogy ami egy nagyon nehéz dolog lesz szerintem, én már most látom, de hát meg fogjuk oldani, meg hát így a családi segítség az a későbbiekben is fennáll, pláne hogyha már nem fogom szoptatni, és nem kell fizikailag is ennyire közel lennünk egymáshoz, akkor mindenképpen könnyebb lesz. Meg hát hogyha óvodába csak délelőttönként jár, már az is egy más dolog, mint hogy így gyakorlatilag egész héten én otthon vagyok vele most is, tehát ilyen napi egy-két programom van, amit nem otthon csinálok. Otthon dolgozom mellette nagyon sokat, persze, mert napközben, amikor alszik, vagy most már, hogy tud ülni, egyedül eljátszik, akkor tudok otthon dolgozni mellette. De hát, hogyha nem lesz otthon, akkor meg majd pláne. Akkor pláne köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást így ebben a festett tempóban. Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy elfogyunk. Már több évtizede fogy a magyar, most már ugye 10 millió alá is csökkent a népességünk, és hát ez egy akkora próbatétel, ami akár romba is döntheti Magyarországot néhány évtizeden belül. Hogyha itt a fiatalságot említetted, és tényleg egy IT előadáson vagyunk, akkor azért arról is beszélnünk kell, hogy
aki teheti, az ne a 20-as évei elejét és közepét ne szórakozással és próbálkozásokkal töltse el, hanem hát minél előbb próbáljuk meg komolyan a házasság és a család felé orientálódni, hiszen azért a nőknek a biológiai órája nagyon-nagyon ketyeg, és a későbbiekben, a 30-as évek közepén már egyre sokkal nehezebben tud megfogadni egy gyermek, tehát 3,5-szer akkora a meddőség aránya 30 és 35 év között, mint 20 és 25 év között, ami elég nagy különbség. Sokkal nagyobb az esélye egy 35 éves gyereknél, hogy különböző kromoszóma rendellenességei lesznek a gyerekeknek, tehát az idő, a nő, az anya korának a kitolódásával ennek is egyre nagyobb az esélye, illetve a vetéléseknek a száma is az anya életkorának előre haladtával egyre inkább növekszik. Tehát nem csak azt kellene támogatnunk, hogy ezek a gyerekek megszülessenek, hanem azt is, hogy időben megszülessenek, hiszen egészséges nemzetre van szükségünk. Amit persze nyilván nem várhatunk el abban a helyzetben, amiben most vagyunk. Hiszen a nőknek az aránya a felsőoktatásban most már nagyobb, mint a férfiaké, tehát több nő szerez most már diplomát Magyarországon, mint férfi. Nyilván nem elvárható az, ami Magyarországon van, hogy egy orvos 90 vagy 100 ezer forintért dolgozzon, az sem elvárható, hogy egy pedagógus 90 vagy 100 ezer forintért dolgozzon. Nemrég kaptam egy levelet egy vidéki pedagógustól, Zala megyében dolgozik, 23 éve pedagógus, és 100 ezer 900 forint a nettó havi jövedelme. Tehát ez egy olyan elképesztő különbség, ami egész egyszerűen nem maradhat így. Nyilvánvaló, hogy ez megint költségvetéspolitika, bérpolitika, ami nagyon nehéz és bonyolult kérdés, de ezek olyan különbségek, amikkel egyszerűen elképesztő. És az, hogy Svédország, Norvégia, Németország tudatosan arra rendezkedik be, hogy majd a magyar állam által fizetett és kiképzett orvosokat, mérnököket el fogja szívni, az egész egyszerűen nonsens. Ez a gyarmatosításnak a ne továbbja, hogy a magyar adófizetők pénzén képzett orvosokat fogják Németországban hasznosítani. Tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy annak van létjogosultsága, hogy elvárjuk azt, hogyha valakit magyar állami pénzen képzünk ki, azutána maradjon Magyarországon, és itt kamatoztassa a tudását, vagy legalábbis bizonyos időt töltsön el itt Magyarországon is munkával. Erre mi lenne a jó megoldás? Ezt akartam is kérdezni, hogy ugye sokan felháborodtak. Én ahogy hallom a fiatalok közti nemzeti oldalon is, ezen a röghözkötés ilyen formán való megvalósítása. A Jobbik hogy csinálná ezt? Mi lenne erre az álláspont? Sokkal jobb lenne alapvető változás. Nagyon nehéz, ez megint annyira gyökeres változást igényel, hogy lehet, hogy megint most hosszabb leszek. Én sokkal inkább hiszek a pozitív ösztönzőkön, és abban, hogyha pozitívan állunk azokhoz az egyetemistákhoz, fiatalokhoz, akik itt Magyarországon folytatnak felsőoktatási tanulmányokat, akkor sokkal inkább itt maradnának, és sokkal szívesebben maradnának itthon, mint hogyha ezzel a röghöz kötéssel próbáljuk őket ide láncolni. Például alapvetően a felsőoktatási keretszámoknak az átalakítására van szükség, de nem úgy, ahogy ezt a kormányzat teszi. Én azzal egyetértek, hogy már olyan elképesztő tömegesedés zajlott le a felsőoktatásban, szükség van a keretszámoknak a csökkentésére. Tehát itt biztos mindenki, aki itt ül a felsőoktatási tanulmányai során találkozott olyan elképesztő példákkal, amikor így fogtátok a fejeteket, meg én is, hogy úristen, ez hogy járhat egyetemre, mert annyira elképesztő buta emberek járnak oda, elnézést, nem akarok sztorizni, de hát szörnyű dolgok megtörténnek, akiknek egyébként semmi keresni valójuk nincsen ott. Tehát ez egy pozitív dolog, hogy csökkentsük a keretszámokat. Tehát figyelembe kellene venni azt, hogy mi a valós társadalmi igény egyrészt, másrészt nem decemberben kéne szólni, hogy februárban megváltoztatom a keretszámokat úgy, hogy szárnyjogász lesz az országban. Tehát lehet csökkenteni a felsőoktatási keretszámokat, kell is,
úgy, hogy a piac igényeit figyelembe vesszük. Ugye itt ez olyan közhely már Magyarországon, hogy itt mennyi túl sok jogász és közgazdász van, és ezért kell a jogász és közgazdász képzésben a keretszámokat csökkenteni. Valójában a jogászok és a közgazdászok munkaerőpiaci elhelyezkedési mutatói a diplomások körében a felső harmadhoz tartoznak, tehát az elhelyezkedési mutatóik sokkal jobbak, mint például egyébként az agrárnégzettségűeké. És miközben ez így van, tehát ez azt mutatja, hogy agrárvégzettségűeknél a jelenlegi gazdasági struktúrában nincsen ennyi agrárvégzettségű emberre szükség, mert ők azok, akik nem tudnak elhelyezkedni, egyrészt. Másrészt, hogyha megnézzük azt, hogy ezek 2011-es adatok, friss diplomások 2011 című tanulmányból valók. Hogyha megnézzük azt, hogy az elhelyezkedés, milyen munkát végeznek ezek az emberek, akkor a jogászoknál és a közgazdászoknál is, mondjuk a jogászoknál átlag feletti, a közgazdászoknál átlagos az, hogy a szakterületükhöz kapcsolódó munkát végeznek-e. Még szintén rengeteg pedagógus van, pedagógus végzettségű ember van, aki nem pedagógiai munkát végez, hanem egész más területű. Hogyha azt is figyelembe veszük, megnézzük, hogy szükséges-e felsőfokú végzettség ahhoz a munkához, amit ők ellátnak az összes diplomás körében, akkor azt látjuk megint, hogy a jogászok és a közgazdások esetében is átlagon felüli eredményekről beszélünk, tehát a jogászok is és a közgazdások is a többi diplomáshoz képest inkább végeznek olyan munkát, amihez szükséges felsőfokú végzettség, mint a többi tudományterületen végzett hallgatók. Tehát a munkaerőpiaci adatok azt mutatják, hogy nincsen arra szükség, hogy drasztikusan visszanyessük a jogász és közgazdász keretszámokat. Plusz még ugye a Mazsi Hisz kérésére, Kertész Imre is belekerült a tantervbe. Úgyhogy nem állunk jól nemzeti identitás tekintetében. Egyébként a végleges kormányrendeletet még nem fogadták el, április végére ígérték, de valószínű, hogy csúszni fog. És ugye akkor még utána ki kell alakítani a kerettanterveket, azokat is meg kell írni, és ezekhez a tantervekhez megírni a tankönyveket, ami ugye 2013. szeptemberétől már elvileg ezekből a tartós tankönyvekből tanulnának a gyerekek, tehát most egy másfél év sincs hátra ahhoz, hogy elfogadják a NATO-t, az összes kerettantervet, és megírják az összes tankönyvet ezekhez, amit már most látszik, hogy ez nem fog sikerülni, és a bizottsági ülésen egyébként már maga Hofmann Rózsa is mondta, hogy igen, hát ez kétséges, hogy ez erre sor fog kerülni, de addig majd tanulnak a régi tankönyvekből akkor a gyerekek, és már itt nem tudom, hogy mit gondolom, hogy mert itt évközben váltanak tankönyvet, meg tartalmat, meg módszert, meg mindent, tehát nem lehet tudni, hogy itt mit szeretnének majd létrehozni. A Szűcs Erika és a Vadai Ágnes, aki hatalmas kedvencem, ő lett a demokratikus koalíciónak a képviselője, tehát most már többen vagyok nők, mint az MSZP-sek, ez mindenképpen pozitív. Nők és politika. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon nem alakult ki egy nőbarát politikai közeg egész egyszerűen, tehát valahogy a magyar társadalom, és egyébként a férfi-nő szerepekkel kapcsolatban nem csak a politikában, hanem általánosan is inkább egy tradicionálisabb felfogást képvisel, tehát a családban a nő az, aki a család van az otthon lévő, a családnak a tyúkanyója gyakorlatilag, aki otthon van és megteremti a férfi számára a biztos családi hátteret, aki pedig a munkát végzi. Én egyébként egy ilyen családban nőttem fel, nekem anyukám otthon volt, velem és a bátyám, és apukám az, aki dolgozott. Ez csak az utóbbi években kezd el valamelyest oldódni. Egyébként elsősorban úgy gondolom, hogy egzisztenciális okok miatt, mert egész egyszerűen nem engedhetik ma már meg maguknak családok azt, hogy egyetlen kereső legyen a családban, és egy keresetből tudjanak megélni akár 3-4-5-en. És ezért most már valamiféle kényszerből is, meg a nőknek a felsőoktatásban történő előretöréséből is következően most már inkább ez a kevert típus a jellemző, a kétkeresős családmodell az, ami most már a magyar valóság. Tehát a munkaerőpiacon ez most már így teljes mértékben létjogosultságot nyert. A politikában nincsen olyan közeg, amit nőbarátnak nevezhetnénk.
nagyon sokan nők, nagyon sokszor női mi voltunkban is bántást kapunk az országgyűlésben, nagyon sokszor anyai mi voltunkban is bántást kapunk. Ahogyha felszólalok én, vagy egyébként LMP-s, vagy más nőképviselők is, akkor gyakran kérdezik, hogy hol a gyereked, miért nem vagy a gyerekeddel, és hasonló megjegyzéseket, ami így elég rosszul esik nyilván az embernek. És ez is az, ami miatt nincsenek nagyon nők itt a politikában. Másrészt Magyarországon mindig is, hogyha az egyéni jelölteket vesszük figyelembe, akkor mindig is nagyobb eséllyel választottak meg egy férfit képviselőnek, mint egy nőt. Egyszerűen ilyen a társadalomnak a hozzáállása a politikához és a női politikusokhoz. Másrészt viszont azt is észreveszem a bunkó képviselők kivételével, hogy egyébként őnekik öröm az, hogy itt nők vannak, és jobban örülnek a férfi képviselőtársak, hogyha nőkkel beszélgethetnek, nőkkel tárgyalhatnak. Tehát másik részükről pedig van egy abszolút fogadókészség és egy elfogadottsága a nők irányába. Tehát igen, vegyes ez a kép e tekintetben is. Vannak olyan témák, illetve olyan tisztségek, amiknek a betöltésében a nők egyébként pozitív diszkriminációt élveznek. Hogyha szoktam a híradókat nézni, és akkor mindig észreveszem, még nem csináltam ilyen statisztikát, de kellene, hogy a megyei rendőrségi szóvivőknek hány százaléka nő Magyarországon. Tehát az egy döbbenetes, szerintem a 19 megye plusz Budapest, tehát a 20 közül szerintem biztos, hogy 15 fölött van a nőknek az aránya, mert egész egyszerűen ellensúlyozni kell egy nőnek azt a képet, azt az agresszív, erőszakos képet, ami egyébként a rendőrségről ki tud alakulni, és erre sokkal inkább alkalmas egy nő, mint egy férfi. Ugyanakkor, mivel a politika egy ilyen, ahogy Pokor Béla mondaná, általános alrendszer, tehát mindenre kiterjed, ami az életünket érinti. Ugye a különböző szakpolitikák közül vannak olyanok, amelyek sokkal közelebb állnak nőkhöz, mint férfiakhoz, és fordítva is. Tehát én sokkal nőiesebb politikának tartom az oktatáspolitikát, nyilvánvalóan, mert ezzel foglalkozom, másrészt a szociálpolitikát, kultúrpolitikát, de mint említettem az előbb, Vadai Ágnes a honvédelemért és a nemzetbiztonságért rajong nő létére. Tehát vannak jelenleg furcsa társítások is. Vannak parlamenti viselkedési szabályok, amiket ugye alapvetően mindenkinek be kellene tartani, de ezt nem teszik meg. És erre mi azért elég gyakran figyelmeztetjük őket, hogyha látok ilyen felszólalásainkban is elég sokszor rájuk szólunk, vagy ilyen összevágott felszólalás válogatásokban is előfordul, hogy szólunk, hogyha valaki feláll, akkor gombolja be az apója, de ez még a legkisebb persze. Olyanokat csinálnak ugyanis képviselők, hogy hát van olyan képviselő, aki egész egyszerűen, most nem tudom más, hogy kiveszi a fogsorát a plenáris ülésterem, és úgy tisztogatja ott a és hát az, hogy eznek, meg isznak, meg tetriszeznek, meg keresztényképetnek, az vagyját. Másik nagy kedvencem Szanyi Tibor, pedig a műemlék hamutartókban nyomja a cigarettacsinket, a dohányozni tilos táblától egy méterre, tehát ő is itt nagyon-nagyon komolyan veszi a szabályokat, meg hát ugye előfordult az is, hogy ittasan szólalt fel. Az tényleg ilyen alapvető dolgok vannak, és ez tényleg sérti az országgyűlésnek a méltóságát, tehát mi ezt tényleg a nemzettemplomának tekintjük, és ez tényleg méltatlan az, egyszerűen, hogy tényleg kocsmának nézik a parlament plenáris üléstermét, és ezek azok, amiket szerintünk meg kellene fékezni, és ezeknek kellene gátat szabni. Ezzel szemben Jobbik ellenesen hozták meg ezt a törvényt. Két példát mondok, az egyik előtt példája, a másik Szabja Gyula példája. Valamelyik vidéki cigány valhi után, már nem tudom, hogy melyik volt, Gyula tartott egy sajtótájékoztatót az országgyűlésben, ahova behozott egy szamuráj kardot, mert olyan szamuráj kard volt a cigányok kezében a nyílt utcán, és a rendőröktől két méterre ott hadonáztak a cigányok ilyen szamuráj karddal, és ezt egy ilyen performance-nak is szánta Gyula, hogy megmutassa, hogy igen, ilyen szamuráj kardokkal hadonásznak a cigányok, és a rendőrség nem lép fel velük szemben.
és ezt mondta el a sajtótájékoztatón, hogy ez milyen felháborító. Erre a Magyar Televízió híradója hírt adott erről a sajtótájékoztatóról, úgyhogy egy agresszív jobbikos képviselő szamuráj kardal jött be az épületbe, amikor több védett személy is ott tartózkodott, és ez mekkora veszélyt jelentett ezekre a képviselőkre, Kövér Lászlóra, meg Orbán Viktorra, hogy Zagyva Gyula ott szamuráj kardal hadonászott. És ez... Tényleg egyetlen, hogy vitte be? Igen, igen, nehéz volt bevinni, de általában igen, ez is alapszabály, az ilyen segítő személyzet, meg az ott dolgozó munkatársak így úgy néznek a képviselőkre, mint az istenekre, tehát ott azoknak tényleg mindent szabad. És nekünk nem is kell semmit átvizsgáltatni, amikor bemegyünk az országgyűlés épületébe, se a táskánkat semmit, és így azért be tudta vinni Gyula is, bár úgy tudom, hogy azzal volt egy kis nehézsége neki is, hogy ugye azért a szamuráj kardot nem volt olyan könnyű. De ez volt az egyik, hogy itt milyen nagy veszélyt jelent a Gyula a szamuráj kardja. A másik előtt megafonos példája. Amire megint elidőzöm egy picit, mert egy kis háttérismeret is szükséges hozzá. Fent a plenáris ülésteremben mi mikrofonba beszélünk, amit felcsíptettünk ugye a ruhánkra, és a tévén keresztül baromi jól hallatszik a mikrofon. De ott az ülésteremben nincsen kihangosítva a mikrofon, tehát úgy beszélünk, mintha itt most beszélek, és egyáltalán nem lehet hallani, nem ritkán, sőt elég gyakran a felszólaló, főleg jobbikos képviselőt, mert hogyha előtt vagy Gaudi Tamás szólal fel, akkor már az összes ország, a fideszes mondja, és most 200-an mondják, és utána elkezdenek beszélgetni, hogy tényleg egyszerűen fizikailag nem lehet hallani azt, hogy mit mond a felszólaló. És amikor előttnek ez a megafonos akciója volt, akkor aznak körülbelül már 10-szer szólt a levezető elnöknek, hogy hangosítsa fel a mikrofont, vagy hangosítassa fel a mikrofont, mert egész egyszerűen nem lehet hallani, nem hallja a saját hangját az ember. Ez velem nagyon gyakran előfordul, én nem tudok úgy kiabálni, ugye, mint a férfi képviselőtársak, vagy mint főleg Gaudi Nagy Tamás, de ez tényleg ez mindennapos dolog. És akkor egész egyszerűen nem volt hajlandó, ugye fideszes levezető elnök csak nem fogja a fideszes képviselőket rendre utasítani egy Novák előtt felszólalásnak, és akkor megkapta a szót előtt. Tehát nem arról volt szó, hogy nem adott neki szomlatot, és ezért erőszakkal oda vette a megafont, hanem egyszerűen nem lehetett hallani a felszólalását, és ezért volt kénytelen ezt a megafont behozni a kocsiból. És akkor ez így történt, és ezek azok a felháborító akciók. Csak az a baj, hogy Kövér László azon háborodik, hogy megafont viszont, és nem azon, hogy a saját 200 mamelukjuk annyira dumál, hogy nem lehet hallani a felszólalását az embernek. Egyébként az országgyűlés működése, az egy iszonyú hosszú, nem tudom, én könyveket lehet, hogy volna írni tényleg, hogy nem jogilag, hanem hogy a gyakorlatban tényleg hogyan működik. És egyébként ezúton is szeretettel hívlak meg benneteket, bárkit az országgyűlésbe látogatásra. Hétfőn érdemes bejönni, akkor vannak az izgalmasabb dolgok, meg akkor vannak ott a képviselők, meg akkor vannak ugye szavazások, meg az interpelláció kérdések. Hétfő délután 1 órakor kezdődik az országgyűlés ülése, és akkor, hogyha szóltok nekem, vagy írtok az e-mail címemre, ez a jobbik.hu/durodora címen, ott van az életrajzom alatt, a végén a telefonszámom is, meg az e-mail címem is, írjatok vagy hívjatok fel, és akkor nagyon szívesen vendégül látlak titeket az országgyűlésben, mert tényleg annyi élmény, és fele tudtok kóstolni egy kicsit abban, az előbb próbáltam átadni, hogy milyen millióbe, ami ott uralkodik ilyenkor. Akkor megint 4 dolog, amire megkérdezett. Az LMP-n belül nagyon nagy megosztottság van. Például Siffer András, ő egy teljesen korrekten viszonyul hozzánk, azt kell mondanom, hogy itt általában, hogy mondunk valami viccet, ő nevet is rajta, mert ugye egymás mellett ülnek a jobbikosok és a LMP-sek az országgyűlésben, viszont van az LMP-ben olyan képviselő, aki rászólt Siffer Andrásra, hogy miért röpög a Jobbik poénján, tehát ennyire elutasító velünk, ott ilyen egészen elképesztő különbségek vannak. Szakmai szervezetekkel egyáltalán nem mutatkozik meg. Tehát azokkal a szakmai szervezetekkel, akikkel már sikerül felvennünk a kapcsolatot, azokkal egyáltalán nem mutatkozik meg, semmilyen elutasítás. Vannak, akik élből elutasítanak minket, hát nyilván nagyon sok szakszervezet az MSZP-hez köthető, ezért érthető, hogy ők nem tárgyalnak velünk, de egyébként ott
kifogástalan együttműködések is vannak, és nem jellemző, hogyha valaki elutasítja a Jobbikot, az általában inkább az, mert szakmainak mást gondol, de ilyen nem nagyon van. Ez a civil szervezetekre is igaz, tehát akikkel kapcsolatban vagyunk, azokkal korrekt viszonyt tudunk ápolni. Ezzel kapcsolatban volt egy szintén egy saját példám, úgyhogy azt is elmondanám röviden. Van egy kis Viktor nevű politológus, aki egy ilyen politológusok közötti beszélgetésen azt mondta, hogy a jobbikosokat ki kell zárni a közéletből, és semmilyen állami tisztséget vagy közfunkciót nem tölthet be, szerinte az, aki jobbikos. És erre válaszul írtam neki egy nyílt levelet, hogy mert hogy a jobbikosok kirekesztők, ugye. És hát ő a legnagyobb kirekesztő, ugye, aki politikai vélemény alapján próbálja diszkriminálni az embereket. És ez egy nagyon régi vita egyébként, és Török Gábor a blogján válaszolt Kis Viktornak is, meg nekem is, hogy ő hogy gondolja, és ő egyébként kiállt amellett, hogy igen, és a Jobbikot komolyan kell venni, és nem szabad ilyen módon kirekeszteni, mert a véleménye az mindenkinek szabad lehet, illetve hát egy jogállami keretek között működő pártról van szó, tehát attól, hogy valakinek nem tetszik a véleménye, attól nem szabad kirekeszteni. Ez megint ember válogatja, hogy hogyan viszonyul ehhez, mind a tudományban, mind az egyetemeken, mind a civil szférában, mind a szakmai szervezetek körében. Vagy persze, hogy beszóltak már rengetegszer, persze, olyan volt persze. Hát falusi származású vagyok, az én Jászlókószolnok megyében laktunk, amikor megszülettem, ott voltak cigányok, és voltak iskolában, persze olyan történések, amik hát nem voltak túl kellemesek. És még a másik az, hogy neked volt egy zsidó barátod? Volt a kérdés, bocsánat. Most itt végig gondolva szerintem nincsen. Köszönöm. Vannak olyan ismerőseim, akik zsidók, és egyébként semmi problémám nincsen velük, de hogy barátom, az eleve nem sok barátom van, úgyhogy ez az a politika miatt van egyébként, vagy nem sok barátod van? Nem. Ez a saját személyiség. Tehát soha nem volt sok barátom, nem vagyok az a... megbecsülöm az barát szót. És még neked csak annyira szerintem tök jó volt a moderálása az estének, tehát ezért tudom, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Na, akkor ez egy nagyon szép lezárással meg is mondtam.